Itt a Napi Retro, a régi idők nagy pillanatai. A stúdióban már várja önöket Séda Zoltán. Szép napot kívánok, 1993-ban járunk. Ebben az évben hunyt el Antal József, az első szabadon választott magyar kormány miniszterelnöke. És ugyanebben az évben vezették be a székesfehérvári helyjáratos buszokon az első ajtós felszállást. Sokan próbáltak viszonylag takarékosan utazni. A március 13-ától érvénybe lépő első ajtós felszállási rendszer bevezetését azt tette szükségessé, hogy az elmúlt három évben történt drasztikus tarifa emeléssel párhuzamosan rohamosan növekedett az érvénytelen jeggyel vagy jegy nélkül utazók, azaz a blitzelők száma. A megbüntetett utasokat az érvényben lévő jogszabályok miatt nem tudták arra kényszeríteni, hogy büntetésüket kifizessék, így legtöbb esetben csak leszállították a potyázókat. Megjegyzem, sokan nem a tréfa kedvéért nem váltottak jegyet a hajnali és délutáni járatokra. A jegyekből származó árbevételek relatív csökkenése, az üzemanyag áremelések, az erősen amortizálódott gépjárműpark, az állami árkiegészítések csökkenése mára előidézte azt az állapotot, hogy nem csak a tömegközlekedés minősége romlott, de léte is veszélybe került. A további jegyáremelések nem hogy növelnék a bevételeket, hanem a negatív tendenciát erősítve csökkenthetik az utasok számát. A Volán részvénytársaság megelőző intézkedésekre szánta el magát. Március 13-ától, amely három hét múlva egy szombati nap lesz, a helyi közlekedési autóbuszokra csak az első ajtón szállhatnak fel az utasok, ahol az autóbusz vezetője ellenőrzi a jegyeket, a bérleteket, illetve külön kérésre 30 forintért jegyet ad a felszálló utasoknak. Tehát az első ajtókon csak felszállás, a hátsókon, amelyeket az autóbusz vezetője késleltetve fog kinyitni az állomásokon, csak leszállás lehetséges. A felszállás után azonban még mindig találkozhatunk ellenőrrel, hiszen mint azt már más városokban tapasztalták, így is szép számmal akadnak, akik a gépkocsi vezető megosztott figyelmét kihasználva a hátsó ajtókon felsúrrannak. Ez volt már a Napi Retro, nem sokára találkozunk ismét valahol a múltban.